A beruházás befejezését követően a Völgységi Múzeumban őrzött hagyatékból berendezték a Perccel emlékszobát is. Amikor elkezdtem foglalkozni a kiállítással tavaly év vége felé, akkor dr. Dobos Gyula történészt kerestem fel, aki ugye a Perccel család múltjával foglalkozott, múltját kutatta, és a Perccelek című könyvet is ő írta. Ő állította össze a kiállítás tablóinak a tartalmát. Az utolsó Bonyhádon élő Perccelhez is eljutunk a tablókon, Perccel Bertalanhoz, akit a bonyhádiak nagyon jól ismernek, hiszen a római katolikus plébánián volt kántor egészen hosszú ideig, több mint 50 évig ellátta ezt a szolgálatot, ő 2007-ben hunyt el, és testvére, Perccel Ágnes is megjelenik a tablón, aki szintén gyakran látogatott Bonyhádra, ő 2019-ben hunyt el. A kiállított tárgyak nagy része a Vasinszky-Mór megyei múzeum gyűjteményéhez tartozik, onnan kölcsönöztük. Ezután is köszönjük az igazgatónak, Odor János Gábornak a segítséget, továbbá Lovas Csilla múzeológusnak, aki a tárgyak keresésében, válogatásában, kiválasztásában segített. És még kiemelném Künzler Tamást, aki a Megyei Múzeum restaurátor műhelyében a bútorokat egytől egyig helyreállította, hiszen az idők során sajnos megrongálódtak, és hát olyan állapotban voltak, hogy nem lehetett őket kiállítani. Kisebb része a tárgyaknak a Völgységi Múzeum tulajdona, és a tablókon látható fotók, illetve dokumentumok pedig a levéltár, Tolna megyei levéltár tulajdonában vannak. Illetve van néhány fotó, amelyik még a Völgységi Múzeum tulajdonában van. A szalongarnitúra a kiállítás egyik fő eleme, a Perccel családé volt és a Vosinszky-Mór megyei múzeum őrizte. Innen került a kiállításba. A tárlat egyik kedves eleme egy családi ajándék. Díszes kis szekrényként nagyon érdekes kis tárgyat láthatunk. Ez egy szerelmi pavilon, vagy szerelmi ajándék, amelyet Perccel Dezső és felesége Perccel Júlia kaptak 25. házassági évfordulójukra. Azt azért tudjuk, hogy ők első unokatestvérek voltak, tehát Perccel Júlia Perccel Mór lánya volt, és csak külön pápai engedéllyel tudtak összeházasodni, de ez sikerült. Úgyhogy 7 gyermekük született, sajnos 2, Edith és Melinda fiatalon elhunyt, így a 25. házassági évfordulót 5 gyermekükkel tudták megünnepelni. Látható rajta a gyerekek neve, illetve egy kis szöveg, hogy drága szüleinknek 25. házassági évfordulójukra hálás szívvel. A kiállítás bővítés alatt áll, ám egy üveges szekrény már megtelt a család mindennapi használati tárgyaival. Pár gyertyatartónk van kint, egy nagyon szép díszes mokkás készlet, egy napóra Perccel címerrel, és több üveg, serleg, pohár, amelyek a Perccel családhoz kapcsolódnak, illetve még egy tányér, amelyen Perccel Mór arcképe is látható. Perccel Mór mindenképpen benne van a köztudatban, de itt a kiállításban megismerkedhetünk Perccel Bélával, Perccel Dezsővel, és egészen napjainkig elhozzuk a Perccel családot. Ez egyfajta új szint adhat a Perccel család történetéhez.